A Katonatelepi Sportegyesület közös munkára invitálta a helyben lakókat szombaton reggelre a helyi sportpályára, ahol a lelkes kezek befejezték az öntözőrendszer telepítését és szépítgették a területet. Itt Katonatelepen ez a Sportegyesület, ez nagyon jó kis csapat. Ez a szép környezet, amit itt látunk, ez neki, főleg nekik köszönhető. És nekem mindig is az volt a hozzáállásom ebben a körzetben, hogy az Egyesület mellé odállok és segítem őket. És ugye itt a koronavírus alatt egy kicsit nehézkes volt az Egyesületnek is a fejlődése, de most, hogy a koronavírus lecsengett, így újult erővel is elkezdtük itt a munkálatokat. A feladatok között szerepelt a fűnyírás, fűkaszálás, pályaszélén lévő szemét összeszedése, illetve az egyéb kerti munkák is. Szeretnénk, ugye, hogy rendben legyen itt a területünk, gazmentesíteni, ugye rengeteg szemetet hagynak, és sajnos a sportolók maguk után ezeknek az összeszedése, és mivel önkormányzati támogatásunk egyre csökken, meg ugye a vírushelyzet miatt szinte az önkormányzat nem is tud bennünket támogatni, így önerőből és társadalmi munkával tudjuk ezt a területet rendezgetni, szépítgetni. Dr. Fekete Gábor képviselő hozzátette, a közös munkavégzés során csupán csak egy maroknyi csapat tartotta fontosnak a sportpálya gondozását, reméli, a jövőben egyre többen csatlakoznak a hasonló akciókhoz. Az önkormányzati képviselői segíti az Egyesület munkáját, jó példát mutatva ezzel másoknak. Dr. Fekete Gábor 50 ezer forinttal támogatta az Egyesületet. Ezt egy ilyen indítópénznek szántam. Úgy gondolom, hogy a társadalmi munkán túl anyagiakban is lehet támogatni az Egyesületet, és azzal a céllal, hogy én ezt a kezdő támogatást megadom, talán a helyi vállalkozók összefognak, és ők is anyagiakban is támogatják az Egyesületet. A szorgos önkénteseket bográsban főtt pörkölt várta a nagy munka után.